Ragyogó szép napot mindenkinek! Mielőtt belevágok a videóba, először is bocsi, hogy mostanában inkább csak 3 naponta voltak videók. Kicsit kevesebb volt a kapacitásom, mint általában, illetve meg kell, hogy mondjam, jóval többet streameltem, mint általában, ugyanis a Rocket League Road to Grand Champ nagyon motivált. Viszont jövő héttől beindul a tartalomgyártás ezerrel, még előtte lesz egy kis balatoni nyaralás, aztán minden menni fog újra a kerékvágásban. Ráadásul remélhetőleg lesz egy editorom is, ami annyit fog tenni, hogy a mostani tartalmakon kívül, amit én magam készítek, lehetnek majd újak és olyan projektek, amiket eddig még be sem mertem vállalni időhiány miatt. Szóval izgatott vagyok, hogy minél több és jobb videóval lássalak el titeket. De vágjunk is bele a Mítosz romboló 10. részébe. Vajon a Cosmic Chest-tel képesek vagyunk elkerülni a Fall Damage-et? Gondolom a feltételezés abból jöhetett, hogy nem lehet egyébként a tetejére ráugrani, mert fura módon kilök belőle a játék. Ebből a kiindulásból pedig simán lehet, hogy igaz a mítosz. A kérdés egyszerű és a letesztelése még inkább, viszont gyakorlatban, hogy mennyit szenvedtem vele, azt nem hiszitek el. Az első 3 gémemnél valamiért kiléptek a filler dótársak, miután azt látták, hogy nem rájuk ugrok. A negyediknél pedig a következő kis kaland történt. Egyből szereztem egy UFO-t, hogy könnyebben megtaláljam a ládát. A csapattársam szerencsétlen módon ráesett az UFO-ra ahelyett, hogy beszállt volna, ezért poénból megragadtam és magammal vittem. Egy idő után a játék magától elengedi a játékost, ezért újra fel kellett mennem. Egyszerűen látszik rajta az öröm és a lelkesedés, hogy velem jöhetett. Valami fontoskodó ellenfél szerencsétlen pajtásomat lelőtte a levegőből, de én, mint az év tímétje, a szabadban nem félve felszedtem és vittem tovább. Sikerrel is jártunk és a Cosmic Chest-et megtaláltuk és leszálltunk. A kevés matimból pont akkora építményt tudtam építeni, amiről a chestre való ráugrás nem volt valami meggyőző, hogy mi a nem kaptam Fall Damage-et, ezért meg akartam ismételni a műveletet. Erre teljesen indokolatlanul, bármiféle ok nélkül megragadt a csapattársam és lehajított. Micsoda pofátlanság. Nagy nehezen visszaküzdöttem magam, mire a végén a játék egyetlen pontjánál voltam, ahol a következő megtörténhetett. Zseniális. Ekkor már fél órája próbáltam ezt a mítoszt kideríteni, a következő meccsemben pedig találtam még egy Cosmic Chest-et, de az anyahajó úgy döntött, hogy az UFO-n keresztül elrabol. Azta! Végül segítséggel Customben nagy nehezen kiderítettük a hatalmas mítoszt. Először prezentálásképpen félreugrottam, hogy Fall Damage-et kapok, ezután pedig jöhetett a Cosmic Chest-re való ugrás, és lám, tényleg elnyeli az esési sebzésed, így jó ritkán, de hasznát veheted ennek a kis trükknek. A mítosz igaz, a Cosmic Chest meg tud menteni a Fall Damage-től. Fall Damage-ek mítoszai az előzőnél még nem állnak meg, a Propifier a következő alany. Szerencsére sokkal könnyebb volt letesztelni ezt, nem, a Propifier drop rate-je esküszöm, hogy kevesebb mint 1%. Csak menjetek be Battle Lab-be és mondjátok meg, de őszintén, hogy hanyadik láda után nyitottatok egyet. Kérlek, próbáljátok ki, és ne csak azok kommenteljenek, akik elsőre vagy 11-jére kaptak. Na mindegy, szóval körülbelül a 80. láda nyitásra sikeresen találtam egyet. Juhé! Át is alakultam, levetettem magam, volna, de egy UFO megmentett. Milyen hősies. Másodjára is nekifutottam a vakmerő mutatványnak, és a leesésem utolsó pillanatában visszaalakultam, de ennek ellenére kaptam esési sebzést. Ez nem is olyan meglepő, hiszen a tárgynak nincsen olyan animációja, ami mondjuk feldobna egy picit, vagy megállítaná a lendületed. De hát, hogyha fordítva működik. Ha az utolsó pillanatban alakulok át, lehet, hogy úgy jó lesz. Nos, így sem. A mítosz hamis, a Propifier nem ment meg a Fall Damage-től. A Propifier és Recon Scanner interakciója még számomra ismeretlen volt, de egészen érdekesnek hangzik, hiszen az egyik tárgy az eltűnésre szolgál, míg másik a megtalálásra. Vajon melyik a hatásosabb? Nos, sajnos a Propifier nem tudja átverni a szkennert. Kijelez, mint ellenfél, és mutat falon keresztül is. Így ne igazán próbálj ügyeskedni bárki ellen is, akinek van Reconja. A mítosz sajnos igaz, a Recon Scanner felfedi a propokat. Köszönöm az érdekes mítoszt a beküldőnek. Vajon a Trafipax mérje az elhajított dolgok sebességét? Azt tudni, hogy két mozgó dologra biztos, hogy reagál a sebességmérő. A játékos futására és a kocsik mozgására. Érdekes módon, ahogy ide tartottam, kiderült, hogy a tehénre sem aktiválódik. Úgy tűnik, hogy rájuk a törvények nem vonatkoznak. Bár gyorsanhajtó bocit se láttam még, szóval lehet, hogy nem kell tartanunk tőlük. A Grabitronnal megragadtam egy autót, és itt egyből figyelmes lettem arra, hogy már a legapróbb mozgását mérte az eszköz.
eszköz. Hogyha pedig elhajítottam, akkor kiderült, hogy 83 mérföld per órával dobtam el. Viszont más random propok sebességét nem mutatta ki. Úgy tűnik, hogy egyszerűen a játék csak azt nézi, hogy van-e jármű vagy játékos előtte, és hogy az milyen gyorsan mozog A-ból B-be. Így a mítosz félig igaz, ugyanis nem minden tárgyat, de az autókat méri a Trafipax, hogy a Grabitronnal dobod el. Úgy tűnik, hogy ma minden mítoszt egybe tudunk szőni. Egy másik Trafipax-szal megvizsgálható kérdés, hogy a paprika befolyásolja-e a traversal emótok sebességét. Alapból megnéztem, hogy adott emótokkal milyen gyorsan lehet menni. A söpréssel mindössze 1-jel, a Rocket League-es kocsival pedig 10-zel. A paprika hatásával az értékek nem változtak. Még a full tilt emóttal jó lett volna letesztelni, ugyanis, hogy jól tudom, az megegyezik a futásod sebességével. Csak sajnos nincs meg, ezért ezt a mítoszt majd még egyszer máskor letesztelem szerintem. Viszont egyelőre a mítosz hamisnak tűnik, a paprika nem teszi gyorsabbá a traversal emótokat. Nos, végül egy egészen érdekes betőleges megfigyelésem volt. Bár lehet, hogy én vagyok a világ utolsó 100 játékosa közül az egyik, aki még ebbe a módba valaha bejön, de hogyha ismered, tudhatod, hogy itt mindig is tele volt lámákkal. Bár lehet, én vagyok a világ utolsó 100 játékosa közül az egyik, aki még ebbe a módba bejön, de hogyha ismered, akkor tudhatod, hogy itt mindig is tele voltak lámákkal. Viszont a videó készítése során föltűnt, hogy egyszerűen nem láttam egyet sem. Körbekutattam már a fél pályát ekkor, és nem láttam egyet sem. Ezért a nagy ágyút bevetettem és gyorsan keresztül hasítottam. És életem szerencséje megtörtént a játékban, pontosan ráestem egy lámára, de ez még semmi, közel hozzá kettő másik volt, ráadásul egymásban, léteznek a sziámi lámák. Végül viszont másokat vettek és elváltak. A mítosz viszont hamis, a lámák nem tűntek el a betöllebből, de lehetséges, hogy most már csak ugyanúgy három van pályánként.